Azt nagyon fontoljuk meg, hogy honnan szerezzük be, vagy honnan választunk magunknak kedvencet, hogy tenyésztőtől, vagy utcán találunk, vagy esetleg menhelyről. Rendkívül fontos, hogy az állatorvoshoz elvigyük, akivel aztán remélhetőleg később egy hosszú és bizalmas viszony alakul ki, és végezze el a megfelelő vizsgálatokat, jellemzően a vírusos betegségeknek a szűrővizsgálatát kell ilyenkor elvégezni. El kell mondjam, hogy a macskapraxisnak a 60-70%-a és a gyógykezelés is a vírusok elleni küzdelemről szól. Rendkívül sok komoly betegsége, vírusos betegsége van a macskáknak. Tehát célszerű teszteket végeztetni, kéregtenítés szükséges, meg kell nézni, hogy nincs-e fűrűhössége, elég gyakori. Célszerű a két leggyakoribb betegség ellen leszűrni, ez a leukémia és a macska immunhiányos betegség. Hogyha ez rendben van, akkor meghatározott időközzel, jellemzően 9 hetes kortól 2 hetes időközzel kombinált oltás, ami a macskanátha, kalicivírus és parvó okozta bélgyulladás ellen véd, legalább 2 oltást kell beadni, majd ezt követően leukémia ellen, ez egy vírusos betegség egyébként, szükséges és kell, ezt ki kell hangsúlyozom, oltani, illetve bizonyos helyeken elérhető a fertőző hashártyagyulladás elleni vakcina is, és abban az esetben, ha veszélyeztetett helyen lakunk, veszettségében is célszerű beoltani. Bár ez nem kötelező, javasolt, nagyon sok tragédia megelőzhető lenne azzal, hogyha kellő időben és módon lennének oltva, hiszen a legtöbb ilyen vírusos betegség ellen vannak oltóanyagok, sajnos a cicatartók nem gondolnak erre, utólag pedig már sokszor későn.